egy egyetemi kurzusnak az anyaga. Én anatómiát, művészeti anatómiát oktatok egy képzőművészeti egyetemen Budapesten, és ez egy speciális kurzusnak a válogatott anyaga, amit itt láthatunk a falakon. Az optikai illúzió szerintem nagyon látványosra sikerült, és tényleg úgy tűnik, mintha mozognának a csíkok, bár elvileg nem mozognak. Nekem ez a könyv animációt tetszik nagyon, mert jól rajzolták meg az összes képet. A legbüszkébb nem is egy-egy munkára vagyok, hanem arra, hogy ezek a hallgatók, akik egyébként tervezőgrafikusok, képgrafikusok, szobrászok és festők voltak, különböző médiumokban találták meg azt, hogy ki tudják magukat fejezni, tehát vannak videók, fotók, néhány interaktív alkotás is született. Igazából ez tölt el büszkeséggel, hogy ilyen vegyes lett a kiállítás. Nekem ez a kép a kedvencem, méghozzá azért, mert tök érdekes ez a madár-ember anatómiai kapcsolat, és ez a kép megragadja ezt. Nekem az első gondolatom az volt róla, hogy biztos, hogy egy filmbeli szupergonosznak a koponyája lehet olyan. Van benne valami gonoszság. Ez akár az elmúlásra vagy a halálra is tud asszociálni az ember, de mondjuk így az emberi belső működésre is nyilván, mi is csontokból és izmokból vagyunk összeállítva. Számomra a kezekből kirakott ABC a legérdekesebb kiállított tárgy, mivel felettébe nevetik. Hát némelyik elgondolkodtat, némelyik nevetésre késztet. Például itt ezt a leveses csontokat kenyérből megformált alkotást, ezt az alkotó újra csinálta, mert a kurzus során ez ugye megettük.